az érzésem, hogy nem sokat fejlődtünk. Nem, hogy nem sokat fejlődtünk. Többen készen voltatok már. Na jó, hát azért sok. Változott a... Előzménye van ennek. Persze. Nagyon kísérteties pontokon találkoztatok össze bennem, úgyhogy hogy képekbe, tehát úgyhogy nem beszélgettetek. Te ugyanazt az iskolát jártátok? Meg ugyanazokat az utcákat, meg... Ez a Michelangelo lépcsője, amit azért csinált Firenzébe, hogy föl lehessen vontatni a fellegvárba az ágyukat. Tehát, hogy ezek a kapaszkodók azért vannak oda bele applikálva. Ez az Orpheus és Eurydikének az általa beállított... Csak nem ott forgatjuk. Nem? Szerintem nem. Ő azt mondta, igen. Szerettük volna. Igen? Igen. Igen, de... Nem volt rá pénz, egyik hely sincs, de lám, ugyanúgy berajzoltam este, mint hogy én a lámpákat. Igen. Annyira egyben van a kompozicionálisan is egy a dolgok, szóval se elmények, de annyira... Hát már megszoktuk a pontosságot. Igen. Kristálytisztán komponáltok mind a ketten. És akkor ezzel a néggyel fejeztem be, hogy ő is visszatérjen Indiához, mint ahogy te. És nem sok, 83-84-ben, tehát hogy egymástól független. Tulajdonképpen milyen hihetetlen Isten csodája, hogy 60 évvel ezelőtt is ugyanígy álltatok egy másik teremben, és eltelt 60 év, és most is, és hogy köztel nem volt ilyen magyarátok, se veszekedés, se konkurenciaharc, semmi, hanem hogy olyan, mintha nem is Magyarország lenne, aki, ahol mindenki mindenkivel vagy haragban van, vagy haragban lesz. Vagy majdnem. Igen. Tehát, igen. Hogy hogyan találkoztatok egymásra, hogyha mind a ketten elmondanátok a saját verziótokat az első találkozásról, hogy mi volt? A tipi csapat, te vagy a fogó. Az első találkozás... Hát nyilván a főiskolám volt, de hogy milyen körülmények között, arra én már nem emlékszem, de arra az aztán... Azonos évfolyamban jártatok, vagy? Tulajdonképpen igen, úgyhogy párhuzamos osztály volt, operatőr és rendezői osztály. Nyilván ez a második év után lehetett, amikor közelebb kerültünk egymáshoz, hiszen akkor már párba osztottak minket, tehát egy cigány, egy pápa, egy operatőr, egy rendező, és akkor így csináltuk a kis gyakorlatainkat. És hát az első nagy mű az Ég a Lőrinci Fonó volt, amit Pista barátom és Lóci, az óriás Lóci rendezett, én pedig Sík Igorral fényképeztem. De hát nyilván meg közös óráink voltak, tehát az elméleti tantárgyak azok közösek voltak. Honvédelem is. A honvédelem az igen, meg a nyári táborozás. Az is. Erről kép is van. Ahol a Garas is meg. Igen, igen, hát ő is ott van. Tudom, igen, Garas, Lőtte, Sára, Gál. No, szóval ott kezdtünk összecsiszolódni. Meg hát nyilván azt is, arra is rájöttünk, ha nem is túl korán vagy túl hamar, de hogy kicsit hasonló vidékről jövünk, ugye Pásztó az egyik, a másik Tura, tehát a Pálócok. Tehát ez is biztos, ha nem is ilyen nyilvánvalóan, de rejtetten, hogy összekötött, mert nem véletlen az, hogy az ember kivel szimpatizál. Igen, pont ezt akarom kérdezni, hogy véletlen találtatok egymásra, vagy kizárásos alapon, vagy hogy volt ez is trend? A fantasztikus, összehozó ember, de ez nem csak ránk vonatkozik, esetleg másokra is, de nálunk aztán kivételesen ez egy nagyon-nagyon kemény példa volt, Szőlősi Andrásné, aki művészettörténetet tanított, és hát ne szégyeljük elmondani, hát ezt az évak tulajdonképpen kettőnket tartott a mezőnyben a rátermettebbeknek. Ezt akkor is úgy gondoltátok? Szóval akkor... Én nem gondoltam semmit sem, mert én hát azt sem tudtam, hogy merre van az a jó lét, vagy az Isten, mert
mert hát én műszaki középiskola után 2 évet dolgoztam, és úgy kerültem a főiskolára. Tehát ha ezzel azt akarom csak aláhúzni, hogy viszont, mint ahogy jön neki a személyes élményeiből, nekem is személyes élményem volt az a 2 év. Tehát az, amit annyira panaszkolnak és divatosak a pszichiáterek és pszichológusoknak a körében, hogy a új diplomás emberek tulajdonképpen nem nőttek föl, mert nem volt beavatás. Na hát mi megkaptuk a beavatást. 1951, 52, 53, ebben az időben. Szóval nekünk ez egy olyan egyetem volt, mint Gorkinak. Csak nem fajzottunk el annyira, mint Gorki. Hát igen. Lényeg az, hogy az Éva volt az, aki számunkra szinte külön órákat adott, és hát fantasztikus egyéniség volt, egyrészt mint pedagógus. Tehát így ezt mindjárt kiszúrta ezeket a búvó patakokat, és akkor kötötte össze. És emlékszem, hogy ma a Fészek könyváruházban ott, ahol a Babkávé volt, nekünk az a privilégiumunk adódott, hogy ő külön órákat adott nekünk. Vittük a fényképeket, és aztán mondta, hogy ez az előtér, ez unalmas, szóval innen azért kicsikét jobb, hogyha levágsz. Hátul minek ez az óriási égháttér, és így tovább. Tehát művészettől... És nem voltatok sértődősök, mint minden fiatal? Ő az Éva azt mondotta nekem, hogy én számomra, miután ilyen kis nebáncsvirág voltam, mondjuk a Sanynak a robusztussága mellett, ezt mindig csomagolva, hogy nehogy bántsa a lelki világomat. Ugye eltűnődtem, hogy akkor a Sára mit kaphatott? De bírta. Szóval... Neked is ilyen meghatározó élmény volt a szőlőség? Igen. Na most egy nagyon lényeges dolog az, hogy a Sára nagyon-nagyon kész fotósként került a főiskolára. Tehát ő nekik, mint operatőr, hallgatóknak, leendőknek egyszerűen hozni kellett egy csomó dolgot. Ezt nagyon szépen, konzseniálisan átmentette ezt a befőttes üvegbe a feldobott kőnél, amikor még nem volt idő arra, hogy leszállítsa az anyagát, de már menni kellett bemutatni. És a Szőlősi van nagyon-nagyon nagy súlyt helyezett arra, hogy amit lehetett a Sárának megadjon, mert hát egy kicsit nézzünk szembe a tényen, most már ő handicapes volt azért, mert hát a szemérmes ember, de hát én elmondhatom, hogy a édesapja 2-szer volt fél évig recsken, szóval nem akármilyen háttér volt ez tehát, de ugyanakkor, amire célzott a Sanya, hogy neki is turán az a paraszti lét, meg nekem is tulajdonképpen, az adott volt természet. Miközben egyiktek se volt igazán paraszt, azt nem, hát természet. Igen, persze. Te édesapád. Az villanyszerelő volt, tehát persze. Igen, de hogy mondjam csak, szóval ugyanúgy jártunk, mint a paraszt gyerekek, tehát mezitláb lodgatjába, velük játszottunk, szóval ennek jelentősége nem volt. Annyiban volt, hogy a későbbi akadályokat valamivel könnyebben vettük. De egyéb iránt én a Szőlős Évának köszönhetem, hogy egyáltalán fölvettek a főiskolára. Mert 52-ben nem vettek föl, és 53-ban én bejártam akkor már a főiskolára, és egyszer találkozom, akkor még nem tudtam, hogy ki ő. Azt tudtam, hogy a megelőző évben felvételi vizsgán ott volt. És azt mondja, hogy hát ember, mi van magával? És miért nem adta be a jelentkezési anyagát, felvételi anyagát? Hát mondom, nem is tudtam. Én itt várakozok arra, hogy egyáltalán behívjanak, de azt mondja, hogy holnap lesz az utolsó felvételi vizsga, és akkor elrohant az Éva, és akkor másnap engem behívtak. Na most akkor én elkezdtem gondolkozni, hogy két eset lehetséges, hogy vagy annyira ostoba vagyok, és azért emlékszik rám, ezt azért nem tételeztem fel magamról, vagy pedig valami mozog az emberben, mozog bennem. De így hoztam aztán fel az ominózus befőttes üvegbe a képeket. És aztán ugye a főiskolán diapozitívnak kevés könyve volt a főiskolának. Mi jártunk Évához, mert neki nagyszerű könyvtára volt, és akkor ezek a diák már elkoptak meg, nem is mindegyik volt jó, úgyhogy én csináltam újra az egész sorozatot az ő könyveiből, amiből aztán minden főiskolás tanult. Úgyhogy én a képekben nagyon otthon voltam. Volt egyszer egy vizsgám, talán másodévben lehetett, és elém tett egy
képet, a Velázqueznek a szövőnőkét, én ezt elemezem és beszéljek róla. Megnéztem a képet, és mondtam, hogy ez a kép, ez jó, nekem tetszik. És kérdezte, mondtam, ennyi, és kapnám egy jelestre. Elnézést, hogy közbelépek, ennek a fotónak, amit ennek a festménynek a reprodukciója kerettel ott volt a diákszálói szobámban. Az első fontos közös munkátok az a Gálnak a vizsgafilmje volt, a pályamunkások, hát, ugye? Hát a fontos. Igen. Na most ez azért tartom szinte nagyon lényegesnek mindenfajta filmtörténetbe való igyekvés ellenére, vagy anélkül, mert ez egyrészt automatikusan azt jelezte, hogy félkézzel értjük a másiknak a gesztusait. De ezt nem csak utólag magyarázzátok be? Tényleg akkor 59-8-ban így volt, hogy értettétek egymást? Hát egyrészt ott volt, amit említett ez a bizonyos tűzoltó film. Hát abból egy operatőr mindjárt látja, hogy mit csinál a rendező, vagy mit nem csinál a rendező, és fordítva egy rendező is látja, hogy mit csinál az operatőr. Nem csak a muszter alatt, hanem a munka során. Tehát egyrészt, másrészt, hát a Szőlősi Réva révén mi ezért egymásnak megmutattuk a fotóinkat. Jó, hogy ti egymásnak persze. Is... Hát, hogy ne? Gyilkoltuk egymást. Hát, persze. Úgyhogy, de mondom, a lényeges a pályamunkásoknál nem is itt volt, hanem az a bizonyos szolíd, bebetonozott kapcsolat, ami megmaradt úgy is, hogy én közben kimentem 2 évre Rómába és visszajöttem. Tehát nézzünk szembe a tényel, szóval számunkra mindenek fölött egy dolog volt lényeges, a képi fogalmazás. Szóval ebből nem alkottuk, ott nem lehetett mellé beszélni. Én ezt egyébként sajnos látom mind a kettőt a képeit. Szóval, igen, ehhez egy gondolkodásmód is hozzájárul nyilvánvalóan. Az is érdekes dolog, tehát a térlátás, hogy a Sanya egyébként mint geodéta is működött, ami ismerik azt, hogy fejtetőre van állítva a világ, de nem itt a lényeg, hanem a térképzés, mert az ki van a te kedvenc szabad, ki van egyébként a gömbből, mint szféra, ki van egyébként szeretelve. Nekem pedig a Műszaki Középiskola Szegeden a ábrázoló geometria. Tehát az, hogy a axonometrikus képet, ez egy pillanat alatt fel tudtam válni. Jó, tehát ez nem elképesztő, hogy tulajdonképpen ugyanazzal a művészettörténeti tanárral és azzal az alapképzéssel külön-külön megszerzett, de ugyanolyan geometrikus műszaki látásmóddal kerültetek egymás mellé, és akkor gyakorlatilag csoda-e, hogy nem lehet bizonyos képeket megkülönböztetni, még titeket is meg tudnának zavarni, hogy melyik korai Sára, melyik korai Gál, vagy... Igen, de ugyanakkor tudod, az volt nagyon érdekes, hogy mindenketten nagyon figyeltünk a másikra. Szóval ez tényleg nem legenda, hogy amikor a cigányokat fotografáltam a Sanyának, akkor ő beöltözött, például volt egy ilyen jelenet, hogy beviszik a gyerekeiket az orvosi rendelőbe a cigányasszonyok, és ő beöltözött direkt úgy, mint orvos, fehér köpenybe. És hogy mi ezt valamilyen módon úgy tudjuk fölvenni, hogy ne vegyenek észre, egy kis lukat vertünk ottan a szembe lévő háznak a téglás falán, kiszúrták. Tehát ez nem ment ez a dolog. De őt még bevették, mint orvost. Tehát én nekem szinte rejtélesen kellett olykor úgy felhívni a figyelmet, hogy tulajdonképpen most akkor itt vagyok, mi a helyzet. És emlékszem, hogy egy körtefának támasztott létrán voltam fönn, Sanya bent a cigányasszonyok gyűrűjében, és akkor így kérdeztem. Én nekem a kamera itt volt a kezemben, a lépcsőn. És én szemölök felhúzással kérdeztem, hogy ma mit tegyek. És akkor csak ezt csinálta a Sanya, egy hármas mutatott, és így egy diagonális ferdét. Tudtam, hogy 32-es optikával átlós kompozícióra gondol. Tényleg? Volt ilyen, de össze is vesztünk azért. Hát persze. De várja, mi volt? Persze. A Sodrázban forgattuk, és abban a jegenyek sorban, amiről itt kép is van, és a beállítás, hát mert hogy mondjam, csak egy feladatot azért meg lehet oldani egy-kétféleképpen, tehát kétféleképpen is jól.
És ezen összekülönböztünk. És azt mondja nekem a Pista, hát én azt akarom, hogy a te képed legyen jó. Mondom, én meg azt akarom, hogy a te filmed legyen jó. Ugyanarról beszéltünk. Na, szóval tulajdonképpen, hogy folytassam ezt a gondolatsort, ami a nagyon lényegesnek tartom, az az, hogy az első fekete vonatos filmet megcsináltuk. Az Oda-vissza. Az Oda-vissza. Amit aztán utána ütre jöttek később a dolgok, de hogy mi mit kaptunk az Oda-visszáért, ezt én nem sorolom. Mert nincs értelme, nem vetem zokon. Ez pont a dolog, hogy mondják, hogy a te filmedet nem túlságosan szerette a rendszer. Nem vetem zokon, mert ez az érzemény, ez kölcsönös volt. Tehát mind a kettőnkben munkált egyfajta olyan belső feszültség, hogy itt nem lehet mellé beszélni és nem lehet hazudni, mert épp elég volt a lakozott dokumentumfilmekből 56 előtt. Ti erről beszélgettetek akkor? Nagyon kevés szóval mi megértettük egymást, nekünk nem kellett egyébként beszélgetni. Barátok voltatok, vagy csak közeli munkatársak, vagy hogy volt? Nem, barátok is voltunk. Ha veszed az én kompozíciós elvemet, az abban nagyon-nagyon erős az impressionisták hatása egyrészt, másrészt pedig a Cézánnak itt, hát én tulajdonképpen a félistennek is tartok, tehát tulajdonképpen azon embernek, aki nem csak a képeimnek a modulálásában, vagy pedig a modulálásában, vagy pedig a kompozícióban segített, hanem egyáltalán maga az, hogy hatolja a látvány lényegéig, és fejtsd ki a leglogikusabban, ahogy csak lehetséges. Ez a titka. Na most hát meg kell nézni Cézánt, hogy hogyan vitte ezt végig, hát én nekem egyébként remekni kezd a térdem, hogyha meglátok egy Cézán képet. De ami fontos, hogy milyen nüanszok vannak, mert a Sanyánál például soha nem fogom elfelejteni, a filmjeiben is a legizgalmasabb expozíciós mód, amire csak nagyon-nagyon kivételes képességű emberek alkalmasak, vagy pedig méltók rá, hogy ezt csinálhassák, mert ezt el kell csenni a természettől. Ez nem más, mint a hajnal és az este a Dämmerung. Na most hát ugye nem kell magyaráznom fotósoknak, hogy a gamma görbe mit jelent. Tehát a két könyök, amely fölött egyik felé a high key, lent pedig a low key van, a kettő közé van mindig téve a helyes expozíció, plusz-mínusz egy kis néhány fokkal. De az, hogy az alsó könyökre exponáljon valaki, amikor még nagyon fontos dolgot mondok most, nincs árnyék. Tehát a tónusok, a tömbök, azok halmazban állnak egymáshoz. Tehát nincsen egyébként plasztika, mert a fény hozza ki, pláne a gégen. Szóval egyszerűen ebben a Sanya világbajnok verhetetlen. Összecsúsznak a távlatok. Ahogy az alsó gamma görbén meg kell nézni az összes filmét, még a színeseket is. Pedig hát tudjuk azt, hogy mind a ketten meglehetősen el voltunk kötelezve a fekete-fehér mellé. Tehát ezt mondom, ebből például én rengeteget tanultam. Én nagyon sokat tanultam a Sanyától, hát persze. Azt tenném hozzá, ugye, hogy ugyanakkor a főiskolán a művészettörténet oktatása, nem az Éva miatt, de az impressionisták már befejeződött. Igen. Tehát ami utána volt, amire Pista az előbb beszélt, ugye, azokat mi vagy megszereztük könyvekből, vagy pedig ráéreztünk. Most itt is vannak olyan képek, meg nekem is volt, amit a főiskolán úgy formalistának végeztek, és úgy rúgtak ki főiskolai kiállításról bennünket, hogy csak na. Ugye? Vagy pedig ez az árnyékban hagyás, akkor, amikor a legfőbb érték az ember volt, és az emberi arcokat kellett mutatni, és akkor ez egyszer azért is rúgtak ki ilyen kiállításról, mert egy ilyen rőzsetörő asszonyt fényképeztem kicsit hátulról. Hiába volt jó kompozícióban, fényben, mindenben. A tanárnőm, az első évben egy tanárnőnk volt, azt mondta, hogy ez a kép nem jó, pedig jó volt, mert nem látszik a nőnek az arca. Hogy nem volt egyszerű. Tudom a másik történetet is, a szilvaevő gyerek ja, igen, az piacon, ami ugyanez volt, igen. Attól, hogy ki van a lábúja, igen. És ettől... Hogy nálunk már nem járnak mezitlába. Gyerekek falon. Ez egyébként olyan
Szóval ezek voltak a lázadások, szóval nem ilyen politikai és ideológiai lázadás volt az, amit véghez vittünk, hanem ahogy tetszik, formai. Hát méghozzá azért is, mert ugye akkor a, hát gondolkozunk egy picikét, amikor elfűrészeli a Bartók Puzsikáját Mihály András és Keszi Imre, vagy Jemnisz Sándor elfűrészeli egy életre a lehetőségét a karrierjének a Dohmányinak, ami elképesztő, mert mindenki, jobbára a Szabó Ferenc volt a Zaknak az elnöke, mint a Zenetudományi Akadémiának akkor még. Ez egy szovjet tiszt volt. Na most ez zenét is szerzett. El kell tudni képzelni azt, hogy egy úgynevezett dánovi iránynak megfelelően ki rúghatott labdába a magyar képzőművészetben, ami a Sanya most alludált. És akkor én azt tudom mondani, hogy például a Sodrásbannak van a Lacinak a szobája, ahol a Frescobaldinak a zenéjére egészen másképpen kezdeni a részleteit a világnak látni ez a gyerek a sokk után. Ott van egyébként, amit a Velencei Guggenheim Múzeumban saját magam fotografáltam, Henry Moore szobrok, Paul Klee-t másoltattam ki fekete-fehéren, még mindig megvan egyik egyébként vakeretben. Na most akármennyire is furcsának tűnik, ez bizonyos értelmű forradalom volt. Szóval finom beadása annak, hogy mi jeleztük azt a képzőművészetek, akik ezt látták, hogy vagyunk. Van egy következő generáció is, amiben reménykedtünk, hogy a Laci generációja, akit ábrázolunk, ugye? Tehát ezeket a különböző olyanfajta látásmódokat, amit itten kiirtottak, azt megpróbáltuk nagyon-nagyon kis lépésekkel, mert tudjuk azt, hogy bemenni az egy elefánt módszer lenne a porcelánkereskedésbe, és ráadásul bennünket láncolnának még inkább le. Tehát ez a bizonyos lényege a dolognak, hogy a tartalmit is próbáltunk, tehát oda-vissza meg a cigányokat, gondolkozunk egy kicsit 1962-ben, Európában nem csináltak a cigányokról filmet. Na, de az is hogy kezdődött, ugye, hogy a filmgyár akkori igazgatója írt egy levelet, hogy a Cigányok című film forgatókönyvét, az elkészült film megtekintése után fogadom vagy utasítom el. Tetszik érteni? Utána vittük a Balázs Béla stúdióba. Ez a fából baskarika, mert egyszerűen nem tudom megfogni, hogy miről beszél. Hát ez egy teljes nonsens. Hogyan alakult, mik voltak még közös munkáitok a Sodrásban után? Utána nagy szünet volt. Hát miután azt kell tudni, hogy a Sodrásban az előtt különképpen a Sanya az első játékfilme, neki a Asszony a telepen volt, amit a Fehér Imre rendezett. Igen. A Rutka Évával a főszerepben. Akkor tulajdonképpen elindult egy olyan fajta folyamat, amit egy nagyon érdekes dekalázsnak mondhatnék, mert én, mint rendező, két évenként tudtam csinálni filmet, mert még magam most értem, miután magam is vágom a filmjeimet, nagyon-nagyon kivagyok, amikor kész vagyok egy filmre, a 6 kiló nélkül. Tehát a rekuperálódás és így tovább. Sanya viszont egyszerűen nem állhat le, ha hívják, ha kérik, mert egy operatőr 4 filmet is meg tud csinálni egy év alatt. Így van? Tehát egyszerűen... Én soha nem csinált, még volt, hogy egyet sem. Jó, mindegy, de... De akkor is, tehát ezek az átfedések egyébként mindenképpen egy konfliktus helyzet. De volt oka annak, hogy a Sodrásban után nem forgattatok? Nem, mert hát én már akkor hogy is hívják volt? Már akkor a 10 000 napot csinálta a Sanya. Tehát akkor már benne volt, és pedig ott álltam, hogy is hívják nélkül, operatőr nélkül. És akkor vettem a Herzenik Miklós, aki Isten nyugosztalja, drága ember volt, és nagyon jó operatőr. Úgyhogy... És aztán az Orpheus is Euridikét csinálta. De várjátsz, hogy jött létre. Ugye telt, múlt az idő, lassan elmúlt 25 év. 25? Igen. Fölhív egyszer telefonon. Azt mondja, hogy hát akkor kezdjük. Mondom, mit? Azt mondja, a filmet. Mondom, milyen filmet? De azt mondja, az Orpheus és Euridikét. Semmit nem tudtam róla. Ja, mondom, azt kezdjük. És akkor leutaztam hozzá Köveskárra a Majorjába, és akkor ott elemeztük a dolgot, hogy mit kéne csinálni. És visszataláltatok egymáshoz 25 év én után? Én azt gondolom, hogy igen. Semmi nem. Ugyan sem. Napi dolog. Nem. És már nem volt egyébként semmi konfliktus helyzet sem egyébként. Irigyelnek értelmetek.
szeretném bemutatni Gál István középen, Sára Sándor jobb széle, Kincses Károly bal széle. Itt vannak egy kiállításon, és olyan képeket látnak, amit még soha senki, még Gál István sem, még Sára Sándor sem. Úgy szedtem össze abból a 40 ezer negatívból, amit Gál István nekem adott, illetve rajtam keresztül a múzeumnak, hogy ő maga is csodálkozott, hogy jé, ezt én csináltam. Ő csinálta. Ezért részben szerencsés a napjuk ma. És részben azért, és ez fontosabb, hogy itt látnak két embert, akik 55 éve úgy vannak együtt, mint most, hogy nem veszekedtek, nem törték szét egymáson a kamera statívot, hogy együtt dolgoztak, hogy egyszerűen számomra ez ma, ebben a hülye országban, ahol élünk, az, hogy két ember nem veszett még össze 50 év alatt égre, földre, ez sokkal nagyobb dolog, mint az. Tudnék mesélni, de Sára Sándor jön. Kívánok, hölgyeim és uraim! Valóban itt állunk ketten. És ahogy magunkat nézem, de hát ezt önök is igazolhatják, hogy alkatilag azért különbözünk egymástól. De van egy közös bennünk, ezt nem fogják kitalálni. Ez pedig az, hogy a bal lábunkat egy kicsit magasabban hordjuk. Ő is, meg én. Tudnék, itt hordjuk a fényképezőgépet, amit a főiskolán kaptunk, mert amik nem lettünk főiskolásak, még fényképezőgépünk se volt. De attól kezdve valóban a bal lábunkra hordtuk, hogy lenessen, mindig megemeltük ezt a lábunkat. Ebből következik, hogy rengeteget fényképeztünk. Kezdetben ezek a fényképek, nyilvánvalóan ezek között a fényképek között sok gyenge volt, vagy sok közepes, mert a gyakorlat teszi az embert, vagy a gyakorlat teszi a mester. Aztán ezek a képek egyre jobbak lettek. Zárójában mondom, azért kellett annyit fényképeznünk, mert akkoriban a filmművészeti főiskola, annak ellenére, hogy minket filmre kellett volna oktatni, de olyan szegény volt, hogy csak fényképezőgépre és fényképre futotta. Ami így visszatekintve nem baj, mert hihetetlen módon megtanított minket arra, hogy hogyan kell egy képet megformálni, hogyan kell komponálni. Tehát egy idő után elemi szinten beszéltünk a képek nyelvét. És még az az érdekesség is megvan, most főleg, hogy ezeket a fényképeket megnéztem, hogy meglehetősen hasonlítanak ezek a képek egymásra, megfogalmazásban is, pontosságban is. Tehát hasonlítanak ezek a képek, a Gál István képei arra, amelyeket én csináltam, néha jobban, ezt el kell, hogy ismerjük. Ebben nekünk, hogy ilyen képi látásmódunk lett, képi gondolkodásunk, ez következik abból is, hogy akkoriban másféleképpen néztek az emberek a filmre, és főleg másféleképpen néztünk mi. Tehát valóban képekben gondolkodtunk, és képekben akartunk a filmeket megfogalmazni. Ez ebből a kis etüdből is kiderül, a pályamunkásokból. Lényegében ez volt az első közös munkánk. És ehhez is rengeteg előtanulmány, rengeteg fényképet készítettük. Úgyhogy amikor ez arra is jó volt, hogy ez a stúdió, ez a képi gyakorlat, ez a képi stúdió, hogy nem akkor kellett nekünk gondolkodni, mert egy film forgatásánál mindig nagyon kevés az idő. Ott már nagyon pontosan kell tudni mindent, és ezt mi akkor már tudtuk. Tehát tudtuk, hogy egy képben mit kell belefoglalni ezzel a négy kerettel, vagy négy vonallal határolt térben, mit kell belefoglalni, mit kell abból kihagyni, és ezt nagyon gyorsan is tudtuk működtetni, és nagyon gyorsan létre tudtuk hozni a filmet, hiszen ott már gondolkodásra olyan sok idő nincsen. Ott már cselekedni kell, ott már létre kell hozni a filmet. Ez volt tehát ami első filmünk. Kista barátom azután kikerült Olaszországba, akkor valamelyest elváltak útjaim, aztán amikor hazajött, akkor én is
leveleztünk, és amikor én kikerültem Olaszországba, akkor ő hazajött és mutatta a képeit, én pedig megírtam neki, vagy Firenzéből, vagy Rómából, hogy megtaláltam azt a nézőpontot, ahonnét, mert nem tudom pontosan, hogy melyiket, lehet, hogy a Spanya téren, vagy a Piazza Navonán, hogy honnét fényképeztem ezt meg ezt a képet. Tehát annyira tudtuk és annyira ismertük egymást. Meg kell említenem azt is, hogy a tanáraink Szőlős Évát említem, a művészettörténetet tanított, de említhetnénk Szent Iván Gulót is, aki egy kiváló pesti művész volt, meg a fölöttünk járókat is, Zsigmond Willik, a Kovács Laci, ugye, akik azóta Amerikában lettek híresek, itthon is azok lennének. Tehát mi állandóan mutattuk egymásnak a képeinket, hogy a közös beszédet, vagy a közös nyelvet nem volt olyan nehéz kialakítani. Azóta megint nagyon sok idő telt el, és mi valahogy nem is, hogy kikoptunk, hanem kikoptattak minket a filmgyártásból. Talán igazdíjként mind a kettőnknek megadták a Magyar Mozgókép mestere címet, akkor, amikor már nem tudunk filmet forgatni. Ez elég különös. Úgyhogy lehet, hogy majd még a Magyar Állókép mestere címet is megkapjuk valakitől egyszer. De hát azért jobb volna forgatni. Minden esetre balvállunkban hordjuk azóta is a fényképezőgépet, és a jobb kezünkben pedig a digitális kamerát, és ezzel a digitális kamerával Pista barátom kitűnő filmeket készített, nézve a Bartókról, Páviról, Velencéről. Szóval olykor, ha módunk van rá, azért még forgatunk is. Kéne még beszélni ezekről a képekről, de valójában én azt gondolom, hogy a képről nehéz beszélni, meg a képeket jobb nézni. Annyit még elmondanék, hogy a Cigányok című filmben szerepet cseréltünk. Kista volt az operátor, azt én rendeztem, és akkor ahhoz is nagyon sok fényképtanulmányt készítettünk. Kista fényképezett belsőben a vakuval, én pedig odakint a külsőben vaku nélkül fényképezőgéppel. És Bocsi nem csak a Pista képeit és filmjeit mentettem meg, hanem az enyémeket is. És amikor a Cigányok fotót vettük elő, akkor én ezt elmondtam, hogy amíg kívül készült az én filmem, vagy az én képen, ami belül készült, az pedig a Pista. Aztán rám pirított, mert kiderült, hogy amire én azt gondoltam, hogy az én képem, annak megtalálta a negatívját a Pistájék között. Úgyhogy ez megint arra példa, hogy meglehetősen pontosan és azonos módon gondolkodtunk, már a kezdetén is, és nekem meg itt a képeket nézve az jutott eszembe, hogy hát ezek a képek már akkor is nagyon kifejezőek, jó és pontosak voltak. Akkor mit csináltunk 50 éven keresztül? Azután. Kérem, nézzék meg ezeket a képeket, és döntsék el, hogy van ebben valami igazság vagy. Még nem menjenek el. Gál István azt hiszi, hogy megúszta, de nem beszélni fog. Nagyon röviden szeretnék. Megköszönöm. Az nem szól az a mikrofon, az csak beszél. Kamu? Csak van. Kamu, igen. Mit távolod? Mindenek előtt szeretném megköszönni a jelenlét. De amit szeretnék mondani, és ami a munkásságunk mellett lényeges, vagyis a munkásság, ami azt célozta, hogy a képi kifejezésnél ne ismerjük a kelet megcsináltuk 80-szor de a képnek regnálnia kell. Én ma azért szeretném ezt tudatkozni, mert látok olyan fajta különböző fiatal titánok,
Úgy szeretnék megváltani, hogy a hívő kiengedve elfordítják a képmezőt, amely addig, amíg Isten van fönt az égben, és lent az ördög, a függőleges, a függőleges, a visszajövőleges. Ez üzenet minden. Kettő. Utána manapság már Suszkuchhoz hasonló digitális kamerával tudnak élni. Egyet sose hagyjanak ki a szakikat. A technika soha nem perdőző művészet. Egy szíjnai kismesternek a táblaképe, amit ő fűrészte, Descartes és Arnold, alapozott el, és a földpátot megfelelésre mondom színekkel, kifejezte az elképzelését. Nem alsóbrendű azáltal, hogy a Delacroix már azonnal követhesse. Tehát nagyon fontos, és nagyon-nagyon szívesen mondom, és így tudom, hogy amikor mi a felelőgéthez odaadunk és új anyagot fűztünk vele, van egy olyan perforáció keresztül továbbító mechanizmus, amit úgy hívnak mindenkivel direktet, a mi szakmánkban a németből, tehát a tenniusztekuszok, és ezt a Greifert el kellett úgy húzni, hogy betöttől az ember túlztatni a kurokban múlzódó szerüladat, és ezt meg kellett érezni. És aztán rázárnak. Mi ezt a műveletet nem szilikon olajjára csinálunk. Innen betűség. És innen emberi részmükével igyekeztünk ezzel is beavatódni a nagykörforgásba, hogy tiszteljük a mesterségünket, hogy mindenütt.